mindig egy kicsit arra, hogy akkor ezek a mutációk mitől vannak. Gyorsan bevezetünk két fogalmat, a tranzíciót és a transverziót, amit nem tudom, hogy mennyire ki meg hogy hallott. A transverzió az, amikor purin bázisból pirimidin lesz, vagy pirimidin bázisból purin bázis lesz. Tehát amikor egy A-ból C vagy T lesz, az transverzió. A tranzíció pedig, amikor nem változik a purin-pirimidin jelleget, tehát egy pirimidin bázisból pirimidin bázis lesz, és egy C-ből egy T, vagy egy T-ből egy C, és ugye a purinbázisból purinbázis, ezt egy A-G vagy G-A változás történik. Ezeknek a különböző nevük van, és nagyon fontos, hogy a tranzícióknak a valószínűsége sokkal magasabb, mint a transverzióknak a valószínűsége. Jó? Én itt mondtam, hogy ez a X szlájddal ezelőtti felső két sor, ami a relatív gyakoriságát mutatja különböző módosításoknak, az jól mutatja, hogy a CTTC változás az, ami a leggyakoribb. Jó? Tehát, hogy vagy C-ből T legyen, vagy T-ből C legyen, és a mondjuk a CA, vagy CG, ugye az már transverzió, vagy a TG, TA az lényegesen kisebb. Oké? Ez remélem látható a felső két sornak a gyakoriságából. Itt megkérdeztetek, hogy bizonyos dolgok miért nincsenek benne. Kicsit mindig gondoltok rá, hogy ha találok egy CT változást, akkor ez egyben egy GA változás is, mert a másik szálon meg az van. És én nem fogom tudni, hogy mi változott. Jó? Tehát amikor én leszekválok egy teljes DNS-t, én azt látom, hogy való egy ilyen bázispár volt az eredetiben, és egy amolyan lesz a következőben. És akkor ez egy konvenció, hogy nem azt írom fel, hogy egy GA-vá változott, hanem azt írom fel, hogy CTV változott. Tehát ez egyben azt is jelenti, hogy a G az A-vá változott. Jó? Csak hogy de ne azt mondjátok, hogy de, a G sose változik, de. Csak ugyanaz. Jó? Mert hogy mindig párban vannak rossz szokásuk nekik. Ezekkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy egy kicsit akkor a kémiát is, hogy miért fogtok majd szerves kémiát tanulni, többek között, az az, hogy a legtöbb mutáció mögött a tautomerizáció áll, és a tautomerizáció, ami azt jelenti, hogy ugye nem változik meg az összegképlet, meg a nagyjából az, hogy hol vannak a nem hidrogén atomok se, de a kettős kötések meg a hidrogén atomok kicsit jobbra-balra mászkálhatnak, és akkor megnézitek azt az adenint, aminek ugye van a aminoformája, az a normális, és az iminoformája az, ami energetikailag kedvezőtlenebb, és akkor lehet látni, hogy a felső nitrogén ugye egy egyes kötéssel kapcsolódik ugye a heterociklushoz, és akkor ott meg egy kettős kötéssel, és akkor mellettelő kettős kötés meg ugye megkapja a hidrogént. Ugye látható, hogy mire gondolok, csak most nincs ilyen mutogató pálcait. Ez az amino-imino változás, és van a oxo-enol változás, mint a guaninnál lehet látni. A felső oxocsoport az egy hidroxicsoportként működik, de akkor egy kettős kötés jön mellé. Jó, előtte egy egyes kötés volt mellette, és egy kettes kötés lesz. Ha megnézitek, a változás után az acceptor donor jelleg olyanná változik, hogy olyan, mintha a másik purin vagy pirimidin bázis lenne. Tehát ez benne a fura, hogy ami eddig adenin volt, és az van, hogy van egy donor, ja, és egy hidrogén donor és hidrogén acceptorja, annak hirtelen egy hidrogén acceptorja és egy hidrogén donora lesz. Ez itt úgy viselkedik, mintha guanin lenne. Tehát, hogy nézd meg itt mellett ez a iminoadenin, ez képes egy citozinnal kialakítani az összes megfelelő bázispárt. Oké? De ez ugye az energetikailag kedvezőtlen állapot. Általában nem ebben az állapotban van, tehát általában az adenin tisztességes adeninként működik, és ugye egy timinnel van szembe, de hogyha valami fura oknál fogva átmegy ezen a változáson, időlegesen és pont akkor másoldik, stb., akkor hirtelen citozinként működhet. Akkor persze, ha a köze visszaváltozik, akkor a javító mechanizmusok még kiszedhetik meg. Van még mentség, de a legtöbb sima mutáció mögött, tehát sima pontmutáció mögött általában ilyesmi áll. Oké?
És innen már rögtérthető, miért a tranzíciók a gyakoribbak, mert az adenin kinézhet úgy, mintha guanin lenne, de nem tud összenyomódni és kinézni úgy, mintha ő citozin lenne, vagy timin. Oké? Tehát a transverzióz az kéne, hogy ő nagyon máshogy nézzen ki. Nekülön mondom, ilyen huplik lesznek meg, stb. A DNS-en. Ugye itt meg, hogyha ez megmarad, ez a bázispár, itt, ez egy szép bázispár, jó? Tehát itt semmi gondja nincs, szépen bement hozzá, nincs deformálva a DNS lánc. Hát csak mikor majd visszamegy a normál állapotjába, akkor ő utána adenin és nem egy guanin van ott, és akkor már mellé majd jöhet egy timin. És akkor megtörténik a mutáció. Lehet elvileg mindenfajta ilyen fura oxidatív stressz, oxidatív ilyen deaminálódások okán furább dolgok is, csak itt általában ugye az egyik az egy oxidált bázis lesz, és azt a hibajavítók inkább föl tudják fedezni. Az oxidáció miatt persze megváltozik a acceptor-donor jelleg, és megint lehet, hogy valami más épül be, de általában egy módosult bázist jobban észrevesznek a hibajavító mechanizmusok. Nem beszéltem arra, csak néha utaltam, hogy van néha az, hogy nem csak hogy egy bázis megváltozik, hanem kiesnek vagy bekapcsolódnak. A kiesés az a deléció, a bekapcsolódás azok az inzerciók. Ezek egy vagy több is lehet, tehát általában nem pont egy szokott lenni. Akkor ugye valamilyen frameshift keletkezik, tehát a leolvasási keret változik, ha ez fehérje. Nagyon sokszor egy ismétlődő szakasznál egy ilyen megcsúszás van. Igazából, tehát hogy valamelyik, mikor megy rajta végig a replikáz, akkor hogy megcsúszik, és akkor ott eltéved a szál, és valahogy feloldja. Vagy úgy, hogy az egyiken eltakarítja a töbletet, vagy a másikhoz meg hozzárak. És akkor hát vagy kevesebb, vagy több lesz a végén. Ez a legjellemzőbb mechanizmus különben, ahogy ilyen inzerciók, delíciók keletkezhetnek. Nem az egyetlen, de a legjellemzőbb. Emiatt az van, hogy a repetitív szálak, mert ezek általában helyek van, repetitív a szekvencia, azok szeretnek növekedni. És akkor még több repetitív szekvencia lesz. Ez lesz a vége. De mondom, ezeket meghagyjuk a genetikusoknak, ez csak inkább ilyen, hogy van sejtésünk rá, hogy miért történnek ilyen dolgok. Ebből ez az üzenet számotokra, jó? Tehát, hogy most nehogy a végén, amikor tanuljátok, akkor próbáljátok meg a mechanizmusok és a evolúcióbiológiak fontos versus majd úgyis vissza kell adnom genetikán dolgokat, és én az elsőt fogom visszakérdezni a genetikusok, majd visszakérdezik, amit őt szeretnének. Általában különben a legtöbb ilyen inzerció-deléció az 1-5 bázispár, jó? Ez a legjellemzőbb hossz, és a hosszabbak azok ritkábbak. És akkor meg lehet mondani, hogy különböző élőlényekben mi a valószínűsége. Ilyen valószínűséget persze sose fogok visszakérdezni, de mondjuk azt jó megjegyezni, hogy a legtöbb ilyen indel, tehát inzerció, delíció, azok rövidek, jó, de egy-öt bázispár. Az ennél sokkal hosszabb kiesések, beiködések meg ritkák. Jó? Ez annyit mondott csak, hogy az, hogy hol lesz változás, az függ az, hogy milyen bázis van ott, vagy függ akár, hogy milyen mintázat van ott, még egy repetitív mintázatban előbb lesz változás. Jó? Tehát a kémiájától is függ az, hogy találunk-e ott változást, és milyen változást találunk. Érdekes mód, nem véletlen helyen változik. Tehát a legtöbb élőlényben az a tapasztalat, hogy különböző génszakaszokon különböző a mutációs ráta, néha nagyságrendekkel, néha mondjuk különbözőken két nagyságrend változás is. Ez például bennünk is így van. Tehát amikor mondtuk azt, hogy 10^-8, akkor ez egy átlag. És vannak olyan helyek, ahol ez sokkal több, és vannak olyan helyek, ahol ez kevesebb. Általában attól függ, hogy mi az, ami nyíltabb vagy nem nyíltabb, de ugye ez persze szövetenként változik, hogy mi az, ami jobban fel van tekerve, vagy kevésbé van jól feltekerve. Gombákban nem, vagy legalábbis olvastam olyan gombára, ahol az egész genomban ugyanolyan és alacsony. Tehát meg lehetne azt is oldani, ez nem valami minden élőnyre igaz dolog, hogy változni kéne, de mondjuk ránk, meg úgy általában, amikor állatokat néznek, de szerintem növényeknél is az a tapasztalat, hogy változik különböző helyeken az, hogy mennyi a mutációs ráta. Nem mindig tudjuk, hogy miért, és nem mindig tudjuk, ennek milyen előnye vagy hátránya van, csak tudjátok, hogy különböző helyeken, és ha azt gondoljátok, hogy 1 milliárd bázisunk van, akkor a 100 000 és az 1 millió bázis, ugye ez egy kis része
Tehát a genomnak sok ilyen része van. Az azt jelenti, hogy sokszor megváltozhat is az, hogy hol mennyi a mutációs rátánk. Befolyás, ugye mondtuk, ez a követőszál, meg a másikat, hogy a követő az a legging, és akkor a leading az a vezérszál, vagy aktív. Nem tudom. Sose adtam még magyarul. Bevallom, ott különben a leggingnél magasabb a mutációs ráta, azt lehet tudni. Ami azt a furasságot jelenti, hogy az egyik utód DNS az mindig pontosabb, mint a másik. Az egyik utód, ha úgy kerülne, hát most baktériumnál így van, az egyikben mindig több a mutáció, a másikben kevesebb a mutáció. Pusztán emiatt. Baciknál ez egész jó különben. Nekünk meg ugye nagyon sokat termelünk, és aztán nem úgy jön, hogy egyik gyerekem ezt kapja, másik meg biztos a másikat, hanem akármi. De van, akik szerint ennek lehet ilyen hosszabb evolúciós következmény, hogy mikor érdemes változni, mikor nem érdemes változni. Transzpozonok, amikről annyit érdemes ezen a szinten tudni, mint az ugráló elemek, többfajta van, van, amelyik kivágódik és arrébb megy, az azt jelenti, hogy bizonyos részen eltűnik és bizonyos részen megjelenik a DNS-ünkben, és van olyan, ami meg a copy-paste, tehát hogy valahol nem kell kivágódni, ez a cut and paste, amikor kivágódik és valahol máshol bemegy, és van olyan, ami lemásolódik és máshol megjelenik, máshol is megjelenik. Ami máshol is megjelenik, akkor egyre több lesz a genomunkban, és ilyen transzpozomból bennünk is jócskán van, jobbra-balra, még ugrál is, a jócskán az csak pár tucat, lehet, hogy 30-ig megy el. Jobbra-balra mászkálhatnak. Általában mi is küzdünk azért, hogy túl sokat mászkálnak, mert hogyha valami belemegy egy génbe, a közepébe, akkor az tönkreteszi. Az általában nem tesz jót. Kívül, amikor igen. Jó, tehát mondjuk a nyírfalraszolónál lehet tudni, hogy egy transzpozon találta el azt a gént, ami különben a színért felelős, és azért lett fekete. Tehát a mutációt lehet tudni, hogy egy transzpozon mutáció volt. Ez ennyi pont. A transzpozonokról, amit Barbara McIntock talált föl, és később szerintem Nobel-díjat is kapott érte, eleinte persze neki is hittek, hogy van ilyen. Ő sokkal inkább ilyen úgynevezett szabályzó elemként tekintett rájuk. Utána volt egy időszak, amikor ez a szemétgenerálást vágták a nyakába a transzpozonoknak, hogy hát jobbra-balra ugrálnám, egyre több lesz belőlük, és akkor az egy nagy darab, nagy sok olyan szekvencia bennünk, amit úgyse használunk semmire. És kvázi ilyen parazita, a genomunk nagy része úgymond szemét. Nem tudom, találkoztok ezzel a kifejezéssel vagy megállapítással, de ma tudjuk, hogy valószínűleg nem. Jó, tehát hogy valószínűleg van funkciója, csak nem tudjuk mi. Ettől még van egy része, ami lehet, hogy szemét. Már úgy tudom, hogy tényleg valami kvázi ilyen parazita elemek el vannak ott, jól el vannak. Ez van, ennyit még tudunk tolerálni. Azért hívja szabályzó elemeknek, mert ugye múltan egy picit hivatkoztam arra, hogy legtöbbször van egy olyan elképzelésünk, hogy úgy változnak meg gének, hogy majd egy enzim más lesz. És akkor az evolúció általában ilyesmi, hogy egy enzim más lesz. De a legtöbbször az enzimeink nem nagyon változnak. Jó? Tehát a legtöbb különbség egy ember meg egy csimpánz között, az nem az, hogy hirtelen jobban tudok alkoholt zabálni, vagy nem zabálni. Persze jobban tudok, de nem ez az embernek a fő definiáló, hogy több liter sört tudok meginni józanabbul, mint egy csimpánz. Ez még kevés az emberhez, jó? Hanem amiben általában különböznek a többsejtűek, az az egyedfejlődési programnak a lefutása. És ezek általában szabályzások. Tehát nem az a kérdés, hogy a gén más, hanem mennyi ideig és hol kapcsoljuk be. Szóval ilyesmik. És ezek nem, általában nem a gén kell megváltozni, nem egy adott fehérjének kell megváltoznia, hanem hol tapad egy fehérje, meg egy transzkripciós faktor a DNS-ben, valaminek nőjön vagy csökkenjen az átírhatósága. Finom változások a szabályzásban. Lesz génszabályzásról, rengeteg szó genetikán, előre utalok nekik, és ott meg fogok tanulni, hogy a génszabályzás az mennyire fontos, eldönti, hogy fiúk legyünk, vagy lányok, meg hasonló dolgokat. De mondom, hogy az egyedfejlődés szempontjából ezek a változások fontosak, és itt néha elég annyi, hogy egy szabályzó elem valamennyire megváltozik, és máshogy fog
valami kinézni, jó? Ő kukoricával foglalkozott, ugye ott több keményítő szeretnénk, meg nagyobb szemeket. Emberekkel meg nem kísérletezünk, jó? Jó, és ha már múlt két órával ezért úgy is volt hosszú életről szó, az úgynevezett Matuzsálem gén a eszett muslincában, mert hirtelen nagyon megnövelték az életkorát, az egy szintén egy ilyen mozgóelem egy bizonyos szabályzó régióban helyezkedett be, és akkor az a jó megnőtt a élethossza, meg mint ahogy mondtam, általában lecsökken a fekunditása, nincs annyi gyereke. Általában nem véletlen időben keletkeznek a mutációk. Ezzel nem fog nagyon szlájdokat, egyetlen szlájd se lesz. Van egy olyan, például a baktériumban van egy olyan érdekes dolog, hogy amikor nagyon stresszelem őket, általában nem azzal stresszelem őket, hogy vagy fura zenét játszok nekik, vagy rondán beszélek hozzájuk, hanem kaját vonunk meg, meg ki akarjuk szárítani, meg szóval egyéb olyan borzalmas dolgok. És olyankor egy úgynevezett SOS válasz keretében elővesznek egy olyan replikász gént, aminek rossz a mutációs rátája. Hogy onnantól nem ásolja pontosan a saját genomját. Oké? Okay? Tehát aktívan azt teszi magával a sejt, hogy megnöveli a mutációs rátáját. Stressz alatt. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy nem mindig, tehát azt csak akkor kapcsolja, baj van. Ha nincs baj, nem kell változni. Ez nem azt jelenti, hogy tudja, hogy kell megváltozni, de tudná, azt úgy hívnánk, hogy fenotípusos plasticitás, egy génen belül meg lehetne oldani. Tehát pontosan tudja, mire kell változni. De nem lehet tudni, mire kell változni, de lehet sejteni, nem sejt semmit az evolúció, oké? Okay? Csak emberek vagyunk, így beszélünk. Az a lényeg, hogy ilyenkor valami bekapcsol egy nagyobb mutációs rátát, hát ha véletlenül lesz egy olyan mutáció, ami jobb. Oké? Okay? Van még x darab példa is magasabb rendűekből is hasonlóra. Na, gyorsan a génmérnökség, mert tényleg szalad az idő. Amikor génmérnökségről beszélünk, akkor mi jut eszetekbe? Gén, hogyan módosítsunk géneket? Laborban. Jó, labor, persze, nem úgy értem, hogy hazamegyek és köldöknézés vagy valami, de... Nagyon pozitív legyen a nagyon pozitív legyen a végeredménye. Jó, ez igaz. Nem az etikán megbeszéltek, a nagyon pozitív a végeredménye az mit jelent, vagy mit nem jelent. Valaki tud-e valamit, hogy hogyan lehet géneket módosítani? Például vírusokkal? Például lehet vírusokkal, igen. Tehát ez adenovírusok ilyen vektorként. Vannak bizonyos vírusok, amik szeretnek beépülnek a genomunkba, és akkor ha ezek megfelelően elcsendesített, meg mindenfajta egyéb dolgokat művelő, tehát nem tudnak szaporodni vírusok, azokkal be lehet juttatni bizonyos DNS darabokat, például a egyes sejtekbe. Van ilyen. Hogy lehet még? Van ez a CRISPR-Cas enzimrendszer, ami baktériumokban van, és nem én fogom elmesélni nektek, de azzal is lehet például kivágni dolgokat. Mivel lehet géneket felszaporítani? Bár egyszer már szerintem volt róla szó. DNS mivel lehet felszaporítani? PCR-ra. Valaki tudja, mit jelent a PCR? Polimeráz láncreakció, ugye? Ami azt jelenti, hogy egy megfelelő enzim, amit vagy baktériumból veszünk, vagy valamilyen csillósból, azzal felszaporítok DNS-t. A kulcs ezekben, hogy ezeket mind ilyen mesterséges dolgként jó, tartjuk számon. De az enzim, amit használunk mindegyikhöz, az egy élőlényből jön. Oké? Okay? Nem mi találtuk ki ezeket az enzimeket. Ezekből a dolgokból a kémcsövet találtuk ki mi. Oké? Okay? Meg a cuccot, amit melegítjük. De maga a biológia, ami mögötte van, most úgy tudom, hogy az enzimek, azok élőlényekből jönnek. Na most, hogyha az élőlényben azt még sejtjük, hogy DNS szeretne szaporítani. Jó? Tehát az oké. Okay. De miért akar vágni valaki DNS-t? Meg beilleszteni DNS-t. Jó, a transzpozonok például csinálnak ilyet, ez az egyik. De egy érdekes kérdés, hogy ha az egész tárház, amivel mi génmérnökséget csinálunk, az a természetből jön, akkor lehet, hogy a természet is pontosan arra használja.
génmérnökségre. És ezek példák arra, és a példát kezdjük a csillósokkal, mert a csillósok az mindenki találkozott papucsátkával, legalábbis a gimis könyvekben a papucsátka, mint a csillósoknak egy ilyen példajószága, az meg szokott jelenteni. Van valami a sejtmagjaikkal, valami érdekesség? Ha emlékeztek még, tudom, régen volt, 9-ben. Van kétfajta sejtmagjuk. Van az egy makronukleuszuk, meg a mikronukleuszuk. Mert lehet hallgatókat mindenfajta fura versenyen bántani, hogy akkor most melyik mit csinál, mit nem csinál. Az az érdekesség, hogy ezeknél az élőlényeknél úgy van ez a kétfajta nukleusz, hogy a mikronukleusz az, ami van, amit mi van, olyan, ami ugye el van rakva a genetikai anyag. Olyan jól meghatározható számú kromoszómába, és ezt nem használja nagyjából semmire. Ja, a szexuális szaporodáskor. És a makronukleusz az, amit minden nap használ arra, hogy fehérjéket szintetizáljon belőle. Itt viszont a genetikai anyag az lényegében úgy van, hogy génenként egy kromoszoma. Génenként egy kromoszoma. Nálunk ugye mondtam, hogy a 46-nál, vagy mi a 23-nál egy kicsivel több génünk van, azaz génenként egy kicsivel, vagy mi az kromoszománként egy kicsivel több, mint egy génünk van, sokkal. Itt képzétek el, hogy az egész genom föl van vágva egy génes részletekre. Mindegyik szépen ilyen kis telomerekkel föl címkézve, stb. És ezt használja. Ráadásul úgy, hogy némelyik gén nem is egy kromoszómán van a mikronukleuszban, hanem mondjuk két kromoszómán, és össze kell rakni. Minden szexuális ciklus után az egész genomját szétdarabolja, megfelelően fölsapkázza, és összepakolja egy makronukleuszért. Oké? Na ez génmérnökség, ezt megcsinálni. Ne kérdezzek, miért csinálja, de megcsinálja. Nem véletlen, hogy nagyon sok polimeráz enzimet először csillósokból lehetett izolálni, mert neki ez sok DNS polimeráz kell, hogy ezt megcsinálja. Ezt a bravúrt, hogy az egyik ilyen példa az például ez. A polietilén kromoszomát csak azért jegyzem meg, mert hogy ez ecet, muslinca, nyál mirigyében néha van ilyen sok kromoszoma sokszorozódás, egyszerűen csak, hogy sok enzimet termeljen. Az viszont ott nekünk ugye immunsejtekben a immunoglobulinoknak a termelése, amire tudjuk, hogy van egy változó rész, és a változó, ez a variable light, meg a variable heavy, ez a VLVH részről tudjuk, hogy változó, méghozzá ezek a változó részek általában az intronok kibekapcsolása is változhat, vannak olyan részek, amik eleve nagyon mutálódnak, és ebből mindig egy lényegében lehet egy teljesen új változatot csinálni, ami genetikailag más. De úgy, hogy ez csak az immunsejtjeinkben van bekapcsolva. A más sejtem nem minden egyes osztódásnál csinál egy másik IG fehér, vagy mi az, a változat a DNS-ében. Ez ugyanaz a DNS, oké, de az immunsejtekben bekapcsolódik ez a változatosság generálás, és ők generálnak egy változatos immunoglobulint. Az összes többi sejtípusomban ez a rész úgy működik, hogy le van másholva, pont. Ebben az egy sejtípusomban meg az van, hogy figyelsz, rakjuk össze ezt, azt, véletlenszerűen, és itt, mikor másolod, hát akkor ne figyelj nagyon oda. Jó, félig aludhatsz is, és akkor jó változatos lesz. És akkor keletkeznek a változatos régiók, a konstanség, amik cék, azok ugyanolyanok. Az ott nincs, az, ahogy megkaptuk, úgy adjuk tovább. Oké? Tehát egy nagyon jól korlátozott helyen van mutáció, egy korlátozott sejtípusban. És ezt mi is vettük, mindenki meg tudja csinálni, nem tudnám megcsinálni, akkor az első fertőzés elvitt volna már kiskorunkban, és akkor baj van. Immunon még részletesebb lesz. És egy kicsit még tovább borzoljam a kreddéreket, itt már nem fogok fajneveket mondani, csak az, hogy mi történik, de egy fajnát fogok mondani. Az alsónak megfelelő, ha már szeretjük a gombákat, meg az élesztőt, az élesztőnek nem, vannak nemei, egyiket A-nak hívjuk, másnak alfának, ugyanúgy néznek ki, és annyi a dolog, hogy az A az alfával szeret.
Jó, tehát ez a körülbelül, amit ők, mikor szexelni akarnak, ennyit kell eldönteni, hogy más legyen a párosodási típusa. Oké? Okay? Na most az a furcsa, hogy mind a két gén bennük van. Az A is, meg az alfa is, csak általában az egyiket szokták használni. És ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy génszakasz, ahol kell neki a párosodási típus, és onnan mindig, ugye ezek ilyen felszíni fehérjék, onnan előveszi, expresszálja, ott van neki. De ha nagyon kell, mert rájön, hogy neki most már magával kell valamit csinálni, mert szüksége lenne egy kis szexre, neki nem azért van, mint az embereknek, hogy rosszul érzik magukat, vagy valami hasonló, de rosszul érzik magukat. Amikor úgy érzi, hogy nagyon sérült a DNS-e, ő akkor szeretne huncutkodni, bocsánat, mert hogy a szex az már konkrétan, amit molekulárisan működik ott ilyen rekombináció meg stb., az DNS kettőszál hasadásoknak a javításában egész jó dolog. Rekombinációk és hasonlók. Tehát tudjuk, hogy az egyik funkciója, amit úgy hívunk, hogy szexuális szaporodásnak, az a kettős DNS szál szakadásokból eredő kromoszoma hibáknak a javítása. És akkor, ha nincs más párosodási típus, akkor meg tudja csinálni, hogy egy mejózis során ő is mindegyiket generálja, pedig neki csak az egyik van meg, vagy egyiket expresszálja normális körülmények között, méghozzá úgy, hogy bizonyos, tehát hogy a négy utód sejtben valamelyikben előszedi a genom egy másik részéről azt a típust, és bemásolja oda, ahonnan különben mindig már, tehát transzlálja. És ez, amit alul van, ezt úgy képzeljük, van egy promóter. Promóter ahhoz kell, hogy valami kifejeződjön, és mondjuk mindig a B fejeződik ki, és megcsináljuk azt, hogy ezt bizonyos sejtek, mi nem, hogy eddig B volt ott, és neki az A-ra van szükség, akkor egyszer átrakja oda az A-t. És a saját genomjában kicserél egy gént. Valahol van egy könyvtár, ahol el van rakva minden, és amikor valamelyik kell, akkor berakja a megfelelő helyre, és onnantól az fejeződik ki. Oké? A másik, amit láttok, az egy olyan fura dolog, hogy az a kis résznek az inverziója, az kapcsolhatja azt, hogy az A vagy a B fejeződik ki. Ilyen is lehet. Ugye megkérdezhetjük, hogy minél lehet máshogy, mert ez olyan gén kibekapcsolódásnál van értelme, amikor tudjuk, hogy a következő 40 generációban ez jó lesz így. És lehet, hogy valamit csak nagyon sok generációnként egyszer kell kibekapcsolni, vagy átkapcsolni, akkor bizonyos élőlények nem azt választották, hogy addig elnyomják, hanem úgy, hogy van, kvázi kiszedik elő a promotert, és egy másik gén kapja meg. Ma egyre több ilyet tudunk. Én a kromoszoma mutációkat nem fogom elmondani, benne vannak a könyvben, és nem olyan. Mondjuk a modulális fehérje evolúciót nem fogom elmondani, mert molekulás biológián eleget fogtok róla hallani. Az exon intron viszont rá annyira, hogy valakiknek, akiknek ilyen még sose volt. Az eukarióta géneknek van az a fura tulajdonsága, hogy még a, hogy amire mi azt mondanánk, hogy DNS-t kódol, annak is csak egy része fehérjét kódol, annak is csak egy része kódol fehérjét, amit exonnak hívunk, és benne vannak azért intronok, amik nem kódolnak fehérjét, és az mRNS-ből az érés során úgyis ki fognak esni. Jó? Tehát úgy képzétek el, hogy van egy szakasz, amiről azt mondjuk, hogy elvileg ott van a fehérje kódoló génünk, de abból a keletkező pre-mRNS az még mindig nem az, amit le lehet fordítani, hanem abból még ki kell vágni az intronokat, és ha azokat kivágtam, akkor lesz az a szekvencia, amiből fehérje lesz. Oké? Okay? Az exon intron az azt jelenti, hogy az összeadott exon egy fehérjén, egy génen, akármit is jelent a gén, ezt majd genetikusok körbejárják, az végül is, amiből a fehérje szekvencia, de amikor megnézem ezt a DNS-ben, eukariótákról beszélünk, akkor közben vannak iktatva ilyen kisebb részek, amik intronnak hívjuk. Ez mennyire érthető, vagy mennyire borzalmas, vagy így működünk, fura, jó? Tehát, hogy bocs. Ennyi van, fogadjátok el, hogy ez van. Jó, ha valakinek nagyon nem, úgy is szóltok, hogy megváltozni nem lehet, csak el tudom, hogy ez is máshogy. És ennek van egy olyan dolga, hogy bizonyos intronok
Ugye, amiket ki kell vágni, amik nem kellnek a fehérjébe. A fehérje az csak az exonok összessége. Köztük vannak intronok, amik kiszedünk. Szabályzó funkciója van, de magához a konkrét fehérjéhez nem ad hozzá semmit. Kivéve van este, amit úgy hívunk alternatív splicing, a splicing ez a kiszedése a intronoknak. Amikor, ha benne hagyom, akkor ilyen fehérje keletkezik, ha kivágom, amolyan fehérje keletkezik. És akkor egy szakaszból már csináltam két fehérjét. És vannak olyan szakaszok, ahol nagyon sokféleképpen vághatok, vagy hagyhatok benne dolgokat, és ott tudok egy gén szakaszról nagyon sok fajta fehérjét produkálni. Például ezt muslincában tudjuk, hogy ő az immunrendszernek nincs adaptív immunrendszere, de vannak bizonyos ilyen védekező fehérjei, amiben egyszerűen csak megpróbál egy válaszosságot generálni, nagyon sok fajta fehérjét, és akkor ezt így kirakja magának, hogy hát ha valamelyik jó lesz. Nem fogja tudni utána felszaporítani, tehát nem olyan, mint nálunk, hogy memória, meg stb. De tud válaszosságot generálni így, jó? Ez megint csak egy válaszosságra generálódás lehetőség. Még bírjátok ezt a 10 percet, bocsánat? Itt azt akartam mondani, hogy az egész arról szól, hogy ha változni kéne, akkor hogyan lehet változni? Jó? És azt lássuk be, hogy nagyon sokszor ott magasabb a mutációs ráta azokon a helyeken, ahol mi is használjuk, és ha használjuk, akkor lehet, hogy ha nagyon használjuk, akkor lehet, hogy nem kéne változnia, de lehet, hogy olyan dolgokat is használunk, mondjuk transzporterek, és tipikusan, amikor valami kaja hiány van, akkor egy baktériumnak azt jelenti, hogy valami mást kéne ennie. És akkor az valami transzportert kell megváltoztatni, vagy egy eddigi cukor zabáló enzimnek egy kicsit más cukrot kéne zabálnia. Tehát, hogy általában olyan dolgokat kell megváltoztatni, amiket amúgy is használ. Van még az, hogy tudunk változásokat generálni saját magunkon belül is ilyen módon. Tehát ez is segít abban, hogy generáljunk egy változásságot. És van a végső megoldás, mert nem semmi más ötletünk nincs arra, hogy hogyan legyen változásságunk, hogy kölcsönkérünk valonnan máshonnan. Mint mondtam, az antibiotikum rezisztencia az általában valami plazmidon megy és a bakcik fölveszik. Erről azért szoktak néha gimben is megemlékezni, hogy vannak ilyenek, hogy baktériumok fölvetnek a környezetből mindenfajta egyéb kis genetikai részletet, de az a fura, hogy nem csak baktériumok vehetnek föl, hanem magasabb rendű élőlények is, beleértve mondjuk saját magunkat is, mi általában vírusokon keresztül kapunk más élőlényekből valamilyen elemet, vagy effektíve vírusokból. Itt pár példa van, itt mondjuk növényeknél, ahol lehet tudni, hogy vagy a parazita szedel valamit a gazdától, vagy fordítva, ezek általában úgy derülnek ki, hogy az összes rokonában nincs, csak benne van, meg az összes parazitában, meg annak a rokonságában, akkor gyanús, hogy onnan jöhetett. És ezek, még a parazita növények eléggé egymásra belenyomulnak. Úgyhogy itt ott néha azért mindenfajta dolog cserélődhet, mi látjuk a hatását. Ezek az araszoló kerekes férgek, rotiferek, ezek, ha nagyon nagy szárazság van, akkor szétesnek. És ha föllocsoljuk őket, akkor hogy összeállnak. Jó tudom, olyan, mint a Shang-Chi-k, vagy mik a... Valaki szólt. Jó, akkor ezt nem emlegetjük. Nekünk például van egy vírus eredetű génünk a placentában, amikor kialakul a szincíciotrofoblaszt, azaz amikor hát összeolvadnak sejtek, ahhoz egy olyan fehérje kell, ami virális eredetű. Ez egész emlősségben néha a különböző helyekre összeszedjük, és anélkül nem működnénk. Jó? Tehát, hogy nekünk is néha szükségünk volt máshonnan géneket lopogatni, de ez a horizontális géntranszfer ez egy lehetőség arra, hogy teljesen más élőlényekből szedjünk. Ez a rasszoló kerekesférgek a kiszedást, amikor összeállnak, akkor néha olyan dolgokat is összerak, vesztem magukhoz, ami nem az övék. És egy jó része a genomuknak az máshonnan van. És ez a gondolat az, hogy evolúció képesség, tehát hogy a mutációs rátának az evolválódása az egy olyan dolog, hogy nem csak az, hogy minél pontosabb, ez nem mindig jó pontosnak lenni, hanem annyi, amennyinek kell legyen. Nem mindig, mert nálunk lehet, hogy egy része már egyszerűen csak sodródás. Vírusoknál például kimutatták, hogy egy vírust el lehet úgy rontani, hogy pontosítjuk a másolását. Mert utána nem lesz olyan hatékony kompetitor.
Tehát lehet mondani, hogy mi ez a mutáció, amitől pontosabbá válik a DNS polimeráza, és még egy ilyet beraktak egy vírus közösségbe, nagyon gyorsan kihalt. Tehát a vírusnak is van, nem minden vírusra igaz, de a vírusnak is általában nagyon jól belőtt, hogy mennyi legyen a mutációs rátája. Tudjuk, hogy van olyan, aminek 10-7 és van, aminek 10-3 a mutációs rátája, ez per bázis, tehát mutáció per bázis per replikáció. Ez egy 4 nagyságrend. Nagyjából hasonló, tehát fehérje meg enzim. De lényeg az, hogy egyiknek ilyen kell, mert nagyon sokat kell változni, és van akkor, aminek nem kell változnia, mert simán mondjuk vertikálisan adódik egyik emberről a másikra, nagy dolga nincs, jól fog működni. De lényeg van egy evolúcióképesség, evolúció az, hogy mennyire kell változni, vagy mennyire érdemes változni, amikor éppen változni kell. Ezzel szeretnék elbocsánatot egy téged, mert úgyis nagyon este van.